87-szer vagyunk itt, hogy kiállítást nyissunk meg a Zsabalolágy Galériában. Az is már 9-szer van, hogy a Magyar Kultúra Napján nyitunk kiállítást. Annak idején, mikor újjáépítették a faluházat, direkt erre a napra időzítettük a háznak a újranyitását, illetőleg a galéria megnyitását. Ez tudatos volt. Minden ilyen közösségi térnek mindenféle funkciói vannak, de innen a galéria szemszögéből nézve a legfontosabb a kultúra. Úgyhogy annak pedig a képzőművészet egy kicsit mostoha ága, én úgy érzem, és ezért mindig próbálunk ilyenkor is virítani, hogy a Magyar Kultúra Napján képzőművészetre fókuszálunk. Gál József a kiállító művészünk, innen a távoli Tahitót faluból érkezett. Jócóról itt minden el fog hangzani, de főleg a saját szövegét lehet majd hallani. Fehér Júli színésznő fogja a szövegét mondani, de Jócó írta. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, amikor egy férfi festő női hangon szólal meg. Szerintem jó lesz. Ágoston Béla fog zenével kiszolgálni minket, méghozzá szokásunkhoz híven szendvics szerkezetbe, tehát két zeneszám között lesz a megnyitó szöveg. Mindjárt meg is kérem Bélát, hogy az elsőt vezesse elő, ami ráhangoló zene lesz. Köszönöm szépen a ráhangolót. Talán bele is pillanthattunk abba, hogy ez egy elég sokszínű zene, már a hangszereket illetően is, meg a használt effektekért illetően is. Gál Jocó is ilyen művész.
aki grafikus, aki festő, aki szobrász, aki tanít, aki ír, művészetelméleti kérdésekkel foglalkozik. Hát valami ilyesmit csinál a Béla is a zenében, sok műfajú, mindenféle produkcióban részt vesz. Most pedig akkor Fehér Júli, Gál József megnyitó szövegét olvassa föl. Szigeti arcok. Az emlékezés számodra az idő múlásának kicselezése. Az újrateremtés mégsem felidézés, nem konzerválás és nem archiválás. Az élővé tétel személyessége helyett, amit az emberi elmúlás egyedisége, anyagisága torzít, inkább ikonná alakítod az arcokat. Megszabadulsz az archiváló dokumentumok, kópiák esetlegességétől. Megszabadulsz a maradványoktól, az elillanó pillanatoktól, a gyűrött fotókban konzervált szellemképektől, a kimerevített mulandóságból áradó kísértetiességtől. Nem akarsz megidézni, hanem az elmúlt világból újra gyúrva megkeresni valami mindent összetartó alapot. Túllépve a szubjektumon csak a közöst keresd, azt a közös alapot, amiből te is rétettél, amiből eredezteted magad, amiből téged is összegyúrt a teremtő, remélve azt, hogy az anyagba gyúrt léleknek vannak közös eredői. Átöröklődnek az arcon azok a szépségek, aminek összetevője inkább a gond, az aggódás, a szorongás. Ebből fakad a belátás, a fanyar bölcsesség, amit a ráncok, árkok bonyolult és bejárhatatlan labirintusából kiolvashatnál. A sok örömöt és kudarcot átélt ember történetébe beleolvad a generációk boldogsága és gyötrelme. A megfejthetetlenség miatt csak körbejárod, ecsetvonások furcsa jeleivel csak tovább bonyolítod. Azt is tudod már, hogy csak sejtéseid lehetnek, a hieroglifák szövedékeiből nem olvashatsz. Ha közel hajolsz, nem láthatod az egészet. Az árkokban, gödrökben, üregekben bolyongva inkább a kétségbeesés visz előre. Valójában saját arcod keresed, saját erődet a másik által, mások által, sokak által, mert a keresés közben torlódnak az arcok, keverednek, összeolvadnak. Túl akarsz lépni az egyedin, az önmagában lévőn, a magányoson, a bezárkózón, az elárult lélek belső örlődésén. Mindent egyesíteni lehetetlen. Az idealizált üresség csak a felszínesség dekoratív simasága. Hamis teatralitás helyett az újszülött tisztaságával, az éppen megnyíló tekintet által vizsgálni az arcot. Nem racionálisan, hűvös idegenséggel, hanem a befogadás elevenségével. Túl a külső szépség határoltságán, túl a rideggé dermesztő külszíni idealizmusokon. Megtalálva azt az eszmeiséget, amiben belefér az esendőség. A küzdelmek nyomaival összerakott arc, ami nem láthatatlan, de rejtett. Rejtettsége miatt úgy tűnhet, hogy felszínre hozatala az arc megmásítása, az arc kicsúfolása. Az arc feltárása szembesülés, jobb esetben katarzis. Rombolás és újraépítés. Majd a kételkedés által újra rombolás és építés beláthatatlan láncolata. A rejtett arc is illékony. Hiába építed egymást burkoló rétegekkel, hiába sérted fel az újabb álarcokat. Visszaesik az anyagba. Elmerül a sárban. Megfoghatatlansága, illékonysága ellenére csak felszántott felület. Mi maradhat? Mi az a kevés öröm, ami a bizonyosság keresése által lelepedhet? Nem a pillanatnyi öröm illékonysága, hanem egy tartós érzés, aminek talán az öröm is része. A változékonyság ikonarcai. Ahogy régebben mondta neked költő barátod, te vagy a negatív ikonok festője. Egyre többet gondolsz a gyerekkorodra.
Már több mint fél évszázad telt el. Emlékszel, mikor először idegenként tekintettél önmagadra? Más arcok vonásait láttad önmagadban. Arcokat a múltból, saját átalakuló képmásodat a jövőben. Elkezdted látni önmagadat kívülről. Önmagadba zárva úgy érezted, hogy távolról érkezve megváltoztatod ösztönösen cselekvő lényed. Attól kezdve belső magányodban megkettőzöttél. Megszületett másik éneddel messziről tekintettél egész életedre. Jól emlékszel arra a pillanatra, amikor kisgyerekként tükröződő arcmásodat kezdted nézni. Téli estéken, a párás konyhában a széles patkára könyökölve, a jégvirágos kis ablakot kapargatva alakította tükröződő arcod. Arcvariánsokat alakítottál a jeges-fehér ornamentikából és az esti sötétségből. Fintorogva kerestél újabb és újabb karaktert. Végül csak a sötétből kidomborodó képmásod maradt a nyírkosan csillogó ablakon. Az önmaszkírozó mutatványnak vége lett. Sötét alakod mögött összezárult a végtelennek tűnő szurok feketeség függönye. Zajt hallottál. A kapunyítás halk zörejét. Nem lepődtél meg, mikor egy jól ismert arc olvadt bele tükörképedbe. Nagyanyád a kis ablakhoz közel hajolva kopogott neked. Mosolyogva üdvözölt kintről. Csak az arca világított. Sötét ruhája beleolvadt a téli este kormosságába. Tekintete nyugalmat árasztott. Már érezted a papírzacskóban hozott krumplis lepények illatát. Köszönjük szépen! 15 képet hozott ide Gál József nekünk, de 16 van kinn a galériában, azért, mert a üresen álló állványt meglátta jó szó pénteken, amikor hozta a képeit, és azt mondta, hogy ide festek nektek egyet. Ami az állványon van, ez a szombati délutánnak a terméke, és mindegy megkoronázza az egész kiállítást, keretbe foglalja, hogy külön köszönjük, amit ráadásul adományként itt is fog hagyni. Ez a Magyar Kultúra Napja. Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, hogy a lányfalusiak mellett vannak itt művészbarátok. Lehet mondani, hogy nem is akármilyen művészek, akik már állítottak ki nálunk, hogy ezután fognak. Igyekszünk magasan tartani azt a mércét, amit a nyitáskor egy indító Abanovák kiállítással úgy érezzük, hogy sikerült feltenni, és azóta se akarunk ebből engedni. És ehhez ez a mai kiállítás nagyon jó apropó. Legközelebb március 3-án nyitunk kiállítást, amikor Kokas Ignác születésnapos lesz, mert 4-én van a születésnapja. Az ő tiszteletére rendezünk kiállítást. Ő is hasonló komoly kaliberű magyar alkotó, mint amit a eddigi listákból én próbáltam itt elhinteni. Úgyhogy mielőtt túlzottan emelkedett hangulatba kerülnék, megkérem Bélát, hogy egy másik számmal zárja le ezt. És közben még a lévők közül, akik a Blues Clubunkban is érdekeltek, meg szoktak jönni, február 13-án találkozunk 6 órakor a Szentendrei Gepard Retardi csapata jön vissza, most kiegészítették magukat egy dobossal, hogy emiatt már nem férünk ide be a galériába, úgyhogy a kisebb klubterembe, az úgynevezett nyugdíjas terembe fogunk nyugdíjas blues-t hallgatni. De most egy élő blues-t.
Thank you.